Tisztelt Ház képviselőtársaim! A Mi Hazánk képviselői csoportból Novák előd képviselő úr jelentkezett napi rendelőti felszólalásra. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, de álljunk meg egy szóra. A kormánypárti húsdaráló ész nélkül sorra végez a Mi Hazánk törvény javaslataival. Csúnya vége lesz ennek a fideszes kisgömböcnek, hogyha ezután is zsigerből darálják le a javaslataink tucatjait. Ugyanis bár a balliberális média próbálta valamiféle szenzációként tálalni, hogy tárgysorozatba vették, napirendre tűzték a Mi Hazánk mozgalom egy javaslatát, miközben egyébként 2010 óta 40 ellenzéki javaslattal tette ki, tehát azért előfordul az ilyen. No, kétségkívül nem a Mi Hazánk mozgalom javaslataival általában, ez kétségkívül ritka, hiszen épp azon a napon, amikor például tárgysorozatba vették a választási eljárással kapcsolatos javaslatunkat, leszavazták a Mi Hazánk mozgalom szintúgy fontos BTK módosító, BTK-t szigorító törvénycsomagját is. Bizony, egyetlen egy más párt sem támogatta a Mi Hazánk mozgalom által benyújtott BTK szigorítási törvényjavaslat tárgysorozatba vételét, melyel például a fideszes többség által enyhített BTK szabályozást, a 10 év enyhített BTK szabályozást a régebbi szigorú büntetési tételekre cseréltük volna vissza, a csoportosan, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett garázda jellegű magatartások esetén, illetve a lincselés önálló tényállásként való beemelését kezdeményeztük a büntető törvénykönyvbe. A fideszes többség az új, ma is hatályos szabályozást azzal indokolta, hogy a garázdaság minősített esetei eltúlzott mértékű, akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetettek voltak, ezért enyhítették a büntetést. És sajnos azóta a bírói gyakorlat alapján az elkövetők ezekben az ügyekben szinte minden esetben elkerülik a letöltendő szabadságvesztést a nagykoalíciós leszavazás után, ezután is. És sajnos leszavazták a Mi Hazánk mozgalom elsőként érdemi szavazásra került választójogi reformját is. Titkosak maradnak a képviselők állampolgárságai. Bizony, egyetlen más párt sem támogatta a szuverenitásvédelmi törvényhez benyújtott módosító javaslatomat, melyet hiába indokoltam a transzparencia szükségességével, vagy nemzetbiztonsági kockázattal, sőt, hiába próbálkoztam a csodafegyverrel is, az izraeli példa behozásával, amely az én javaslatom már sokkal markánsabban nem csak nyilvánossá teszi, de amennyiben egy képviselőnek a más állampolgársága kiderül, el is veszíti vagy a mandátumát, vagy az állampolgárságát. De önök mégis lesöpörték a balliberális pártokkal egyetemben ezt a javaslatot. Az az abszurd helyzet van ma Magyarországon, hogy megválaszthatnak valakit, akár kormányfővé is, és csak utólag derül ki esetleg, hogy bocsi, én egy másik ország állampolgára vagyok. Mert ez megtörtént Márki-Zay Péterre majdnem, hiszen legalábbis az előválasztási győzelme után a miniszterelnök jelölté választását követően derült ki, hogy ő egy másik ország állampolgára. Hogy csak egy másik ország alkotmányára esküdött föl, hiszen a magyarba beleszületett, a kanadai alkotmányra viszont felesküdött. Éppen ezért szeretne az átláthatóság jegyében, kár, hogy csak a Mi Hazánk mozgalom, de próbálunk tovább tematizálni annak érdekében, hogy valóban nyilvánosság legyen a képviselők esetleges más állampolgársága ügyében. 10 újabb választási reformjavaslattal rukkolt elő a Mi Hazánk mozgalom, nem csak a képviselők, illetve már a jelöltek állampolgárságának nyilvánosságát célozva, mert sajnos, bár a Mi Hazánk az egyetlen párt, de szorgalmazzuk rendületlenül a választójog írni-olvasni tudáshoz kötését. Hát tisztelt országgyűlés, hogyha a gépjárművet nem lehet vezetni alapfokú iskolai végzettség nélkül, akkor az ország vezetésébe való beleszóláshoz miért nem követeljük meg ugyanezt? Miért ne lehetne megkövetelni ugyanezt? Hát persze tudjuk, mi a válasz a költői kérdése, azért, mert ezeknek a szavazóknak a voksait vásárolják meg a legkönnyebben, a választási csalásokat így tudják legjobban folytatni. Éppen ezért egyébként mi véget vetnénk a szavazatvásárlásoknak, a láncszavazásoknak, kétségkívül nehezen földeríthető, éppen ezért kellene elrettentőbb, sokkal elrettentőbb büntetési tétel. Véget vetnénk a szavazók szervezett szállításának is, az új abszurd szabályozásuk szerint 9 fős mikrobusszal lehet még szállítani, azt mondják, hogy hát azért akármilyen mértékben nem, de hát vonattal szállítaná, vagy hajóval valaki, ne rögtessenek minket. Nyilvánvalóan a szavazók körbe kisbusszal, személygépkocsival folyik, törvényesített módon egyébként ez a választási csalás, mert mondjuk ki, ez nem más, Kubatov listák alapján szállítják a
szavazókat, nem holmi szociális juttatásként. És szeretnénk a képviselők visszahívhatóságát is megteremteni, miként az elszámoltatásukhoz szükség volna a mentelmi jog eltörlésére is. Sajnos egy újabb javaslat, ami nagy koalíciós jelleggel leszavaztak itt, pedig a Mi Hazánk mozgalom elsőként nyújtotta, mert már az országgyűlés alapülülése napján az alaptörvény módosítást ennek érdekében. Úgyhogy egyelőre, bár hiába kényszerítenénk a pártokat választási programírására, a miniszterelnök jelöltöt, miniszterelnök jelölti vitára, egyelőre ezeket lesöpik, azonban ne felejtsék, ugyanilyen abszurdnak tűnt akkor, amikor Toroszkai László például a határkerítés megépítését javasolta, lesöpörték ezt a javaslatot, de már a megvalósulhatott. Oda jutottunk, hogy ma már a DK sem bontanák le. Úgyhogy a mi abszurdnak tűnő javaslatainkat tekintsék tematizálásnak, a jövő elkezdődött. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. A kormány nevében Répási Róbert, miniszterhelyettes államtitkár úr válaszolt. Parancsoljon, miniszterhelyettes úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! A napirend előtti felszólalásoknak az a sajátossága, hogy csak a kormány nevében válaszolhatunk az ön felvetéseire. Viszont, ha jól értem, ön azt kifogásolta, hogy az országgyűlés miért nem fogadta el az önök javaslatait, hogy az országgyűlés illetékes bizottsága. Ezzel nem tudok segíteni, de hogyha egy politikust, egy országgyűlési képviselőt vagy egy pártot az minősít, hogy hány javaslatot nem fogadtak el, akkor egy kicsit az ön saját pályafutásában gondolja már végig, hogy hányszor nyomott nemet például egyes törvényjavaslatokra. Így például az új büntető törvénykönyvre nemmel szavaztak, nem szavazták meg a 2012-ben elfogadott, 2013-ban életbe lépett új büntető törvénykönyvet. Egy kis túlzással azt állíthatnám, hogy ha önökön múlna, akkor most nem lenne olyan szigorú a büntetőjog, mint amennyire ezt az országos többség elfogadta. Nem is túlzás ez, hiszen a minden idők legszigorúbb büntető törvénykönyve van hatályban. Aki ismeri a bűnözés adatainak alakulását az elmúlt 10 évben, az pontosan tudja, hogy a középmértékes büntetés, vagy a különböző visszaesések szigorítása, a háromcsapás büntetés, ezek mind-mind kiváltották a megfelelő hatást, és mindazok börtönben vannak, akikre célzott ez az új büntető törvénykönyv. Nagyon sajnálom, hogy ezt korábban, amikor korábbi pártjának képviselő volt, akkor sem ön, sem pedig képviselőtársai nem tudták támogatni. Nem támogatták a háromcsapást, nem támogatták a középmértékes büntetést, nem támogatták mindazokat a szigorításokat, a gyermekek védelmében, bevezetett szigorításokat nem támogatták. Tehát még egyszer, amikor arról beszél, hogy ki nem szavazta meg a jó törvényjavaslatokat, akkor kérem egy kicsit először a saját házuk táján söprögessen, és gondolja végig, hogy ön mire mondott nemet eddigi képviselői pályafutása során. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen. Novák előtt képviselő úr.